Szász István vagyok, a Geográf Kft. Ügyvezetője. A Geográf Kft. Egy kreatív ipari területen dolgozó cég. Ennek kapcsán talált ránk pár évvel ezelőtt az EMIH, ahol legelőször azt a megbízást kaptuk, hogy tervezzük meg itt Mádon az épülőfélben lévő rabbiház kiállítási anyagát. Ebből készült egy kiállítás forgatókönyv. Miután ezt a munkát lezártuk, elkezdődött a rabbiház felújítása, és már ebben a fázisban bekapcsolódtunk, hogy ezeket a elméletinek tűnő gondolatokat hogyan lehet átültetni a gyakorlatba, és megkezdtük a kiállítás gyakorlati kivitelezését, együttműködve az épület tervezőjével és kivitelezőjével. Ez egy elég hosszú munka volt, de nagyon szép munka. Szeretjük az olyat, amikor menet közben alakulnak ki a dolgok, nem is lehet mindent előre kitalálni. Itt nagyon nagy teret kapott az improvizáció, illetve hát a szakmai anyagok is ugye menet közben készültek el, és ezeknek ahogy láttuk, hogy hogyan dolgozzák fel a szakértők a szakmai anyagokat, úgy változtattunk időnként a kiállításnak a koncepcián annak érdekében, hogy minél jobban tudjuk igazítani az igényekhez. A mi feladatunk alapvetően a kiállítás ugye szakértők által, illetve az EMIH koncepciója mentén kidolgozásra kerülő szakmai anyagok vizualizációjáról szólt. Ez konkrétan azt jelenti, hogy amikor láttuk, hogy mi készül, ugye milyen fotók, dokumentációk, szöveges képi anyagok vannak, javaslatot tegyünk arra, hogyan lehet ezeket az anyagokat esztétikusan, szépen a kiállítás hangulatához, a hely szelleméhez igazítva megjeleníteni, és így döntöttük el azt, hogy hol fognak megjelenni a falakon tablók, ahol szöveges, képi, történeti leírások vannak, hova teszünk multimédiás elemeket, hol fognak kreatív elemek megjelenni, makett például. Igyekeztünk lehetőség szerint ötvözni a tradicionális kiállítási elemeket a korszerű vizuális megoldásokkal. Hát nyilván itt megfelelő érzékenység kérdés, hogy miből mennyit emelünk be a kiállításba, és én úgy gondolom, hogy sikerült megtalálni a megfelelő arányt. Ennek igazolására kaptunk jó visszajelzéseket már menet közben is, de a végén is úgy érzem, hogy sikerült teljesíteni az eredeti elképzeléseinket. Nagyon örülök, hogy ebben a munkában részt tudtam venni. Hát mi eleve szeretjük a kihívásokat. Voltak már korábban is mondjuk a zsidó kultúrához kötődő munkáink, például a Pécsi zsinagógában is létrehoztunk egy merőben más tematikájú, de ugyancsak a zsidósághoz kötődő kiállítást, ez a Baranya megyei zsidóság történetét mutatja be. Adott esetben, ha a stáb arra jár, szívesen végig kalózolom önöket ezen a kiállításon, és egyébként ez tavaly nyílt meg. Talán ennek a folytatásaként, vagy ennek apropóján kerültem én is ugye ebbe a munkába bele, aminek nagyon örülök, és nagyon köszönöm a Köves Lomó vezető rabbinak, hogy bizalmat szavazott nekem, illetve a Frank Mariannak, aki ennek a helynek a házigazdája.